A Talából és a környező településekről is várták a leendő első osztályos gyermekeket, valamint szüleiket az iskolanyitogató programra. Az oktatási intézmény egy év szüneteltetés után tavaly szeptemberben nyitotta meg újból kapuit. A 14 elsős ekkor már egy felújított épületben kezdhette meg általános iskolai tanulmányait. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy újra a leendő elsősöket fogadhatjuk egy iskola nyitogató keretében. Itt próbálnak most a tanárok megismerkedni egy kicsit a leendő elsősökkel, és természetesen a szülőkkel is, hiszen ebbe az iskolába a családokat próbáljuk meg befogadni, és nem csak az egyes gyerekeket. Ezt az iskola nyitogatót, hát természetes, hogy a Facebookon ugye hirdettük, és próbáltunk minden olyan óvodát megkeresni, akik esetleg olyan gyerekekkel foglalkoznak, akik jöhetnének ide az Atalai általános iskolába. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis közösség alakult ki most az első osztályosok körében. Nagyon jól vették az akadályokat, jók az eredmények, a félévi eredmények is, és hát nagyon bízunk benne, hogy a következő első osztály is hasonlóképpen fog majd végezni. A kis létszámú osztályt két pedagógus tanítja. Fontos a személyre szabott fejlődés és a falusi iskola révén a természet közeliségre, valamint a hagyományok tiszteletére, ápolására is nagy hangsúlyt fektetnek. Nagyon sok programon vagyunk túl, igyekeztük a gyerekeknek ezt a fél évet élményekkel telivé varázsolni. Voltunk az Állatok Világnapján a Madárvártán, velük kirándulni, aztán részt vettünk a falu által szervezett mártonnapi felvonuláson, volt nálunk a Mikulás, volt karácsonyi műsorunk, tehát igyekszünk mindig valamit az ünnepekhez kapcsolódóan szervezni nekik. Nagyon szeretnek a gyerekek ide járni, ez valószínűleg köszönhető annak is, hogy igyekszünk tényleg az óvodaiskola átmenetet zökkenőmentessé tenni azzal, hogy rengeteg játékot viszünk be az oktatásba. Mi a mai nyílt napon is erre törekedünk, hogy bemutassuk a mi iskolánkat, bemutassuk azt, hogy mi hogyan képzelünk el ma egy falusi iskolát, a mi koncepciónk a falusi iskola koncepciója. Szeretnénk, hogyha a gyerekek a természetközeli élményben, nyugodt környezetben játékosan tanulhassanak. Amikor elkezdtük ezt a munkát a feleségemmel, sokan óckodtak vagy féltettek minket attól, hogy minden nap együtt dolgozzunk. Mi mindig azt válaszoltunk, hogy mi nagyon szeretünk együtt dolgozni. Mi nekünk ez a legtermészetesebb környezetünk, közegünk, amikor együtt dolgozhatunk. Nagyon sok tapasztalatot tudunk megosztani. És amikor ketten benn vagyunk az órákon, ugyanis mi mindig benn vagyunk a gyerekekkel az órákon, bármelyikük is tartja bármelyik tantárgyat, akkor nagyon gyorsan veszük észre, ha valamelyik gyermek segítségre szól, és nagyon könnyen tudjuk megbeszélni egymás között, hogy ki milyen tapasztalatot szerzett az adott gyermekkel kapcsolatban. A nyílt napra érkező szülők és gyermekeik az iskola falain belül zajló mindennapi életbe nyertek be pillantást. Igyekszünk a gyerekeknek az aktuális lelki állapotához igazítani a tanulást. Minden reggel beszélgetőkörrel kezdjük a napot, amikor is megtudjuk, hogy érzik magukat, kialudták-e magukat, milyen élményekkel jöttek. Ez nagyon sokat segít egyrészt abban, hogy tudjuk, hogy hogyan kell hozzájuk állni, másrészt abban, hogy ők is megtanulják egymást meghallgatni, megtanulnak beszélni az érzéseikről, megtanulnak odafigyelni egymásra. Mi azt gondoltuk, amikor ezt az iskolát megnyitottuk és elkezdtük működtetni, hogy a gyermeknek a saját környezetébe való nevelés, oktatás, az ismert környezetbe való érkezése nagyon megkönnyíti az első osztály, illetve az első évek elvégzését. A szülőknek pedig azt tudjuk javasolni, hogy látogassanak minél több nyílt napot, menjenek el minél több iskolába, hiszen így juthatnak elsődleges információhoz. Azt gondoljuk, hogy nem szükséges eldönteni, hogy mit tanuljon a gyerek, mi legyen abból a gyermekből, hiszen az évek során ezerféle módon, ezerféleképpen változik. Azt kell mérlegelni, hogy hol érzi jól magát a gyermek. És a nyílt napok erre nagyon sok lehetőséget és jó lehetőséget biztosítanak, bármely iskolába menjen el a szülő. Az iskolában tanuló gyermekek nagy része helyi, de a szomszéd településekről is érkeznek tanulók. Egyre nagyobb az érdeklődés az Atalai Oktatási Intézmény iránt.